Hip, butt. Hip, butt. Hip, butt. Hip, butt. Hip, butt. Hip, butt. Ez a fiam! Woo! Egy igazi csodabábú! Szia! Mindenki jól ismeri a világ leghíresebb fabábjának történetét. Nem rosszaságból, hanem kíváncsiságból, jóhiszeműségből hallgat ő a gonosz csábításokra, így aztán mindig bajba, vagy újabb és újabb izgalmas kalandokba keveredik. A mesék belgyerekeknek készülnek, ahogy az ember idősödik, egyre többet ér meg belőlük. Így van ez a Pinokióval is. Más az üzenet a kicsik és más tanáraik számára. A gyerekek számára az, hogy azért hiába tudjuk, hogy mi a legjobb nekünk, mégiscsak hallgatni kell azokra, akik tapasztaltabbak, okosabbak, többet láttak már az életből. A tanároknak meg talán az, hogy a szeretettel szólni egymáshoz az a legfontosabb. Peller Károly tavaly a Misi Mókust rendezte Nyíregyházán, így nem volt teljesen ismeretlen számára az itteni társulat. Ahogy akkor, most is Tardáni elkapta a főszerepet. Helyesebben a főszereplő mozgatásának és beszéltetésének feladatát, ugyanis nem ő maga alakítja a címszereplő kisfiút, az tényleg egy fabábú testesíti meg a kétdimenziós díszletben. Ebben volt egy kis saját kíváncsiság is, mert én még bábukkal nem dolgoztam, és nagyon-nagyon tetszik mindig, amikor bábot használok, és gondoltam, hogy most itt a lehetőség, ezt ki tudom próbálni. A darab is adott hozzá, a főszereplőm is olyan, akivel ezt ki tudom próbálni, és bevallom, hogy elég sokáig féltem, amíg nem érkezett meg a báb, és aztán igazából azt kell mondjam, hogy 2 vagy 3 napon belül a Dani és a báb úgy összenőttek, hogy egy személyiség lettek, és ez olyan csodálatos volt látni. Állítsák meg, állítsák meg! Mint a rendező mondta, Daninak köszönhetően még jobb is lett a bábos elképzelés, mint ahogy ő azt eredetileg tervezte, és már most fáj a szíve, hogy el kell mennie Nyíregyházáról. Azonban már folynak a tárgyalások, és reményei szerint még visszatér a vármegye székhelyre, akár egyik kedvenc meséjével, a kis herceggel. Lássa!